Legyen a zene mindenki, a tiéd, az enyém, a miénk. Szülessen meg bennem, halljam a hangját, a csöndjét, érezem a ritmusát. A legfinomabb apró kis dinamikáktól a mindent elsöprő katarzisig. De hogy mi is az a zene, miből áll, hogyan jön létre, erre már sokan nálam sokkal okosabb emberek adtak választ, írtak definíciót, jelentették ki az igazságot. Ha most mégis egy gondolat mentén szeretném megfogalmazni, azt mondanám, hogy a zene, hangok és azok hiányának a csöndnek, a mágikus, rögtönzött elegye, melyet a ritmus illeszt az időbe, a dinamika pedig a térbe. Az élet kezdetén megjelenik az anyamében, hiszen a még alig öt hónapos magzat már hall. Innentől fogva differenciálódik hallásunk, míg nem a külvilágba érkezve már emberekhez köthetően különböztetjük meg őket, elsősorban az édesanyánkét és a külvilágét. Hallóterünk egyre bővül, egyre részletesebb és aprólékosabb lesz, érzeteket, érzelmeket kötünk hozzá. Hangokkal integrálódunk, tanulunk, Segítenek minket a tájékozódásban, az önkifejezésben és a közlésben. Nem is gondolnánk, hogy a kora gyermekkori zenei élmények és zenetanulás jobb verbális kommunikációt eredményezhetnek. Az, hogy egy számunkra kedves zene hallgatása vagy éneklése megkönnyíthet és eredményesebbé tehet egy munkafolyamatot. Az édesanyja hangját hallgató gyermek kortizol, azaz stresszhormon szintje csökken. Ezáltal könnyebben megszilárdul biztonságérzete. Ez a tény növelni tudja egy koraszülött gyermek túlélési esélyeit. Aki rendszeresen zenél, magasabb intelligencia hányadosan rendelkezik, állítólag. Sőt, azt is kimutatták, hogy a közösen éneklők és zenélők rendszere megerősödik. Idefelé tartva a buszon, most kivételesen nem a telefonomat nyomkodtam, nem a jegyzetfüzetembe írogattam, és nem is a napom következő teendőin törtem a fejem, hanem egy pillanatra elengedtem teret, időt, kötelezőségeket, és egy pillanatra megjelentem az idben, megjelentem a mostban. A busz zakatolt, a szomszédom nyugodt lélegzése, hangos hortyogással fajult. Beszélgetések foszlányai ütköztek egymásba, és a lehúzódott ablakom beszűrődött a mozgászaja és a természet hangjai. Valami éppen egy időben születő és múló varázslat részese lehettem. Tegyünk most egy próbát. Szeretnék megkérni most közületek nyolc önként jelentkezőt, hogy fáradjon ide elém a színpadhoz. Gyerünk! Biztos van köztetek nyolc, bátor, semmi más nem kell csinálni, csak húzni egyet a kártyáim közül. Ez egyelőre még csak három, négy, és öt, hat, na, még ketten, hét, már csak egy embert várunk, húzzatok közben, nyugodtam. Tartsátok meg magatoknak az információt. Gyertek, gyertek. Még három kártya vár boldog tulajdonosra. Szóval a ti feladatotok, még mielőtt elmondom, gyorsan húzzátok ki. Annyi lenne, hogy ezt a hangot vagy hangsorozatot kellene megszólaltatni. Képzeljünk el egy piramist hangokból. Ezt fogjuk most megalkotni, és ti lesztek az építőkövek. Forduljatok meg a közönség felé, mert úgy jobban fognak titeket hallani. Tehát minden hang elindíthat egy másikat. Egyetlen szabály van az egész játékban, hogy csak akkor szabad abba hagyni a hangok adását, Mihelyst mind a nyolc hang egyidejűleg megszólal. Tehát a belépések és kilépések véletlenszerűen fognak megtörténni. Nagyon-nagyon kell figyelnetek egymásra, és nektek is rájuk. És annyi még nagyon fontos, hogy az egész játék csöndből indul. Ez rátok is vonatkozik, hallgatóság Kérlek, Próbáljátok meg most összpontosítani a legintenzívebb némaságotokat, mert nincsenek kihangosítva alkalmi muzsikusaink, és már pedig ők most itt valamit el fognak követni. Amint meghallottuk a hangot, vagyis hogy a csendet, a csend hangját, bárki indíthat. Micsoda... Köszönöm az önkénteseknek. A kártyát nyugodtan tegyétek le a színpad szélére, köszönöm. Köszönöm. És most hozzátok fordulok, néhány kérdéssel. Zene volt ez? Hangokból állt? Ritmikus volt? Dinamikáját tekintve változékony volt? Igen, zene volt csak éppen nem a megszokott, nem az elvárt. Ugye nem ezt tanultuk zeneóra címén az iskolában, zeneiskolában. Hát én nem. Zene gyanánt indokolatlanul egymás mögé pakolt hangokat, játék helyett ötvonalas börtörrácsot. Szabadság helyett szabályokat vertek belénk. Neked nincs hangod, neked botfüled van, te meg nem tudsz énekelni. Ugye? Sokunk számára ismerősen csengenek ezek a mondatok. Évtizedek zenei rombolása vezetett odáig, hogy a mai kor embere, te vagy én, többnyire passzívan érintkezünk a zenével. Pedig ott lapul a táskákban, a ritikülök mélyén. Ott ül a zsebekben az a vékony kis zsinór, amin keresztül sokunk kiszakad a társadalomból nap mint nap, hosszabb, rövidebb időre. Fülhallgatónyi távolságba kerülünk egymástól, ahelyett, hogy a zenélés, az éneklés, közösségi élmény, közlésforma, kommunikációs eszköz lehetne. Pedig mindannyian hordozzuk. Tudattalanul műveljük. Hiszen dudorászunk az zuhany alatt, fütyörészünk hazafelé este a sötétben, mormolunk, duruzsolunk, sóhajtunk, felkiáltunk is elhallgatunk. Hát valami ilyesmi motoszkálhatott Karl Orfnak, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzőjének és zenepedagógusának a fejében, amikor fogta magát és elindult. Felkereste a világ számos néprajzi múzeumát azzal a céllal, hogy létrehozzon egy hangszercsoportot, egy hangszerparkot. Hosszas válogatás és próbálgatás után olyan hangszereket gyűjtött össze, amelyeket bárki különösebb zenei képzettség vagy jártasság nélkül meg, meg, tud szólaltatni. Így hát a válogatásban helyet kaptak különféle csörgők, zörgők, zajkeltők, dobok, tehát ritmushangszerek és természetesen különleges hangzású dallamhangszerek is. Ez az Orf által összeállított hangszerpark adja ma az aktív zeneterápiás gyakorlat zenei eszköztárát. Ezeken a hangszereken improvizálunk, általuk és a saját testünk hangjai által fejezzük ki a kimondhatatlant. Apropó, kimondhatatlan, némaság, hangvesztés, rekedtség, ismerős. Folyamatos gombóc, homokszem, szorító érzés a torokban, a melkastáján. Aki volt már hasonló helyzetben, az tudja, miről beszélek, tudja, milyen érzés. Mindenki számára kellemetlen, de egy hivatásos énekesnek, mint nekem, hát valóban kimondhatatlan. Az öt vonal közé szuszakolódott néma avatárom, mert már lassan csak egy testnek éreztem magamat. Végül egy zeneterápiás, önismereti folyamatban találta magát, válaszokat, megoldásokat keresve. Kisgyerekkorom óta zenét tanulok. A zene folyamatának összetettsége, megoldási struktúrákat alakított ki bennem. Ezek terápiás megélése segített a rendszer, az életmódom és az úgynevezett szakmai ártalom ejtette lelki és fizikai sebek gyógyulásában. Mint műtét után, az elérzéstelenített nyertem vissza régen elfolytott kreativitásom, önazonosságom és zenét játszani tudásom, természetesen a folyamat minden szépségével és fájdalmával együtt. Egy zeneterápiás improvizációban nincs hamis hang. Nincs csúnya, és nincs rossz sem. Nincs legalsó, és nincs legfelső határ. A tér, az eszköz végtelen. A zenélés megköveteli a játékos maximális jelenlétét. Cserébe az érzéseid, a belső tartalmak komplex kifejezésre jutnak. Emellett megtanulsz figyelni a partneredre, megtanulod a nyelvét a legfinomabb árnyalatok mentén. És akkor megtörik a jég, és elmosolyodik a szorongó arc, és tenyérén nyílik az összeszorított ököl. És lelassul a hiperaktív másodperc mutatója, létrejön a szemkontaktus az autizmus spektrum zavarral élővel és elkezd gyarapodni a koraszülött. Enyhülnek a haldokló fájdalmai, és ha csak pillanatokra is, de megismeri feleségét az Alzheimer kóros. Kapcsolódnak. Van kedvetek kipróbálni? Régi álmom, nekem is van egy, hogy egyszer lerombolom ezeket a zenei sztereotípiákat. Ehhez viszont próbáljunk meg belehelyezkedni néhányba tegyük fel, hogy háromféle ember létezik. Az első kategória, nem tudok énekelni. Hányan tartoztok ide? Tegyétek fel a kezeteket. Hú, <laughs> jó sokan. A második kategória, nem tudok énekelni, de szeretek. Állj, és leszarom, hogy ki mit gondol. Most ide, most ide az is a kezét, aki már az előbb feltette, de inkább ide sorolnám magát. A harmadik csoport pedig a szeretek is, és tudok énekelni. Na, azért ti is vagytok. Nincs is akkor a rombolás. Na most ennek a három kategóriának elegettéve, most meg, megtanulunk három különféle szólamot, és ezeket fogjuk összetenni, és együtt így megteremteni egy olyan zenei folyamatot, amiben három szólamban fogunk énekelni. Egy valamit szeretnék kérni mindannyiótoktól, vagyis inkább kettőt, hogy a rátok mért szólamot, ami a sztereotípjából fakad, azt tanuljátok meg, és a zenei folyamat végéig azt csináljátok, abban maradjatok. Egy valamit viszont mindenkinek, mindenkitől szeretnék kérni, hogy a közös ritmusban hangolódjunk össze. Nyugi! Nem sietünk, bár az én időmmel lejárt, de.

Oké, okay, most csináljuk tovább a ritmust, és most tanuljuk meg azoknak a szólamát, akik tudják, vagy akik nem tudják magát az éneklés, de le is szarják, hogy ki mit gondol. Élmény, élmény, élmény. És akkor most tanuljuk meg az utolsó szólamot is, azok főként, akik tudnak is énekelni. Oké. Okay. Akkor most a ritmuson kívül nem is szeretnék most mást hallani, hanem azt fogjuk csinálni, hogy én szépen, fokozatosan beintem az összes szólamot egymásra épülve, egymást követve, egymást támogatva, és most kisül, hogy mégiscsak tudunk énekelni. Zenne, 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 zenne. Zene, zana, zana, zene. Zene, zana, zene, zana, zene. Zene zene zene, zene. zene, 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 zene. és most jöhetnek azok is, akik leszarják. Zene. Érmény, élmény, 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 élmény. A harmadik szólam is csatlakozom. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm nektek, mert ti vagytok az élő bizonyíték arra, hogy a zene mindenki.